Jó reggelt kívánok 2020. július 2-án, csütörtökön. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól és ami urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, köszönjük neked egy újabb napnak a kezdetét. Köszönjük azt, hogy a te igédre figyelhetünk. Kérünk, hogy te csendesítsd le a gondolatainkat, hogy valóban rá tudjunk figyelni. Szent Lélek Isten, légy közöttünk. Amen. Isten igéjét olvasom a mai napra rendelt újszövetségi igeszakaszból, a Máté írása szerinti evangélium 18. részének az első 10 verséből a következőképpen. Abban az órában odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, ki a nagyobb a mennyek országában. Ő odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, és ezt mondta. Bizony mondom nektek, ha meg nem tértek, és olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. És aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be. Aki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek közül, akik hisznek bennem, jobb annak, ha malomkövet kötnek a nyakába és a tenger mélyébe vetik. Jaj a világnak a botránkozások miatt, mert szükséges, hogy botránkozások történjenek. De jaj annak az embernek, aki megbotránkoztat. Ha a kezed vagy lábad megbotránkoztat téged, vágd le és vesd el magadtól. Jobb neked, ha csonkán vagy sántán mégy be az életre, mintha két kezeddel vagy két lábaddal együtt vettetsz az örök tűzre. Ha pedig a szemed botránkoztat meg téged, vájd ki és vesd el magadtól. Jobb neked, ha fél szemmel mégy be az életre, mintha két szemeddel együtt vettetsz a gehenna tüzére. Vigyázzatok, nehogy egyet is megvessetek a kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy az ő angyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám arcát. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvéreim, most Máté 18. részénél tartunk, és innentől egy negyedik nagyobb beszéd kezdődik meg a Máté evangéliumában, és amik itt elhangzanak, azok leginkább a gyülekezeti életre vonatkozó dolgok. Rögtön fel is teszik a kérdést Jézusnak, hogy illetve nem teszik fel, csak részben, hogy ki a nagyobb a mennyek országában, és az a kérdés nem kerül feltételre, hogy mit jelent nagynak lenni. Amikor kicsi voltam, szerettem volna, hogyha nagy leszek. Szeretnénk nagyok lenni, benne van a szívünkben, az életünkben ez a vágy. A gyermekek között szinte állandóan jelen van a versengés, hogy ki a nagyobb. És az a baj, sokszor ez felnőtt korba is megmarad, akarva akaratlanul is, valamilyen szinten versengünk másokkal, hogy ki a nagyobb, ki az ügyesebb, ki az okosabb, ki a szebb, ki a gazdagabb, ki a befolyásosabb. Amikor ezt megkérdezik Jézustól, hogy ki a nagyobb a mennyek országában, akkor ő nem azt mondja, hogy ki a nagy, hanem azt, hogy ki nem jut be a mennyek országába. Mert hogy odaállít egy kisgyermeket, és azt mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint ez a kisgyermek, akkor nem kerültök be a mennyek országába. Mert milyen is egy kisgyermek? Amikor odaállítja azt a gyermeket, először is ezt olvasok, oda hívott egy kisgyermeket, közéjük állította. Ez a gyerek engedelmeskedik. Valaki hívja, ő pedig oda megy. Valaki azt mondja, hogy állj oda, és ő odaáll. A gyermeki szív engedelmes annak, akiben bízik. És a második, talán még fontosabb, a bizalom. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts. A gyermeki hit az nem infantilizmus, nem gyerekesség, hanem az a fajta feltétlen bizalom, amivel a gyermek van a szülője iránt. Egy olyan világban nehéz a gyermekeket például állítani, ahol nagyon sok gyermek csonka családban nő fel, nincs fegyelem és nincs figyelem. Így aztán az engedelmesség is sokszor elmarad. Istennek legyen hála azokért a családokért, akik együtt tudnak maradni, akiket megőriz a gonosztól az Úr Jézus Krisztus. Azt mondja Jézus, aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában. A mennyek országában a fordított arányosság elve működik. Nem a kicsi a nagy, és nem a nagy a kicsi, hanem fordítva. Ha valaki tudja önmagát kicsinek tekinteni, valójában az lesz a nagy. És az az igazság, amikor eljött az ember oda, hogy már nem akarok többé nagy lenni, valószínű az emberek szemében akkor kezd naggyá válni.
Olyan jó tudni azt, hogy nem muszáj nagynak lennünk, hogy szabad kicsinek maradnunk Istennel szemben, mert valójában csak ő a nagy, és senki más nem. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus egy képes beszédben, hogy ha valami megbotránkoztat, ha valami a hit útján elgáncsol bennünket, vagy akkor jobb, hogyha megszabadulunk tőle. Hogyha tudom, hogy valami kísértés a számomra, akkor minek megyek oda? Ha tudom, hogy valaki kísértés a számomra, akkor miért nem kerülöm el? Azt mondjuk a mi atyánkba, ne védj minket a kísértésbe. És van, aki hozzáteszi gondolatba, oda találunk mi magunktól is. Talán emlékszünk még a gyermekénekre. Ó, vigyázz, kicsi kéz, mit teszel, kicsi láb, hova mész, kicsi szem, mit figyelsz, kicsi szív, mit hiszel. Igen, pontosan erről van szó. A gyermeki nagy hit, amely tudja, hogy ha valami rossz, akkor nem megy oda, mert még tud önmagán uralkodni. A képes beszéd, amit Jézus használ, egyúttal elrettentés is, másrészt biztatás is. Mert a mennyek országa nem az a hely, ahol önmagamat kell megvalósítanom. A gyülekezet sem az önmegvalósításnak a színtere, vagy az érvényesülésnek a színtere. Az érvényesülés az Isten országában egészen mást jelent, mint a földi életben. Az érvényesülés nem más, mint hogy az Isten akarata érvényesül az életemben. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük azt, hogy nem nekünk kell erőlködnünk azon, hogy naggyá legyünk. Megköszönjük, hogy nem a saját magunk elképzeléseit kell megvalósítanunk, hanem neked engedelmeskedve építhetjük a te országodat. Köszönjük, hogy ez megmenthet az aggodalmaskodástól. Köszönjük, hogy ez segítségére van életünknek abba, hogy benned tudjon kiteljesedni. Urunk, nélküled semmit nem érünk. Ezért kérünk a mai napon is, te légy velünk, te áld meg munkáinkat, feladatainkat, pihenésünket, találkozásainkat. Óvd meg bennünket a gonosztól, a betegeknek adj gyógyulást, és te légy mindannyiunk őriző pásztora. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Áldott napot mindenkinek!